Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és íme az Amazing Eternals világa, a.k.a. a Warframe-esek, a.k.a. a Digital Extreme, a.k.a.-nek a Digital Extreme-nek egy kis különítménye, aki csinálja ezt a játékot. Nos, nem sikerült bekerülnöm a bétába, úgyhogy founder lettem a játékba. Úgy vagyok vele, a Digital Extreme talán azon kevés stúdiók egyike, illetve kiadók egyike, aki úgy megérdemli, hogy pénzt kapjon azért, amit csinál, és mindennek ellenére, ha a játék jön a beta fázisból, vagy hát bármikor, amikor kijön, teljesen ingyenes lesz az Amazing Eternal. Azért természetesen nem volt minden olyan egyszerű, kíváncsi voltam a játékra, egy problémám azért nagyon nagy volt vele, hogy miért pont egy ilyen Overwatchhoz hasonlatos játékot láthatok a trailerekben, videókban, amikor tényleg ott van a Team Fortress 2, ott az Overwatch, Battleborn, Paladins, és nemrégiben a Cliff Bleszinski által létrehozott Lawbreakers, és mindegyik önmagába véve egy jó játék, és most komolyan, most tényleg ők is ebbe a piacba akartak beleugrani, és ebből szeretnének pénzt csinálni, és valahogy valami itt ezzel nem stimmelt, és pont emiatt úgy terveztem, hogy a játékot sárga földig lehúzom. Miért nem marad meg a Digital Extreme annál, amilyen a legjobbak, s a Warframe-hez hasonlatos kategóriai játékokat hozzák létre? És emiatt úgy gondoltam, hogy az Amazing Eternal arra hivatkozva, hogy a Digital Extreme-nek ezen a téren nem feltétlenül van tapasztalata, nem feltétlenül lesz ez egy jó játék, plusz még rámegy arra, hogy koppintották a különböző mai ehhez kategóriai shooterekről az egészet. És akkor most megpróbálok objektív lenni, mert amint beleugrottam a játékba, és amit itt videót láthattok, az az első perctől, tehát a nulla perctől egészen addig, ameddig épp eljutottam, láthatjátok azt, hogy hogy játszottam, és hogy mennyire sikerült könnyedén fölvenni a ritmus. Mert hogy nekem könnyű volt felvenni a ritmust. És több évtized, tehát most már lassan 20 év, hogy shooterekkel foglalkozom, játszom, és számomra, tehát mi a legfontosabb legalábbis számomra egy shooterben, amint így bejump, és rögtön azt mondom, hogy na, ezzel lehet valamit kezdeni, számomra a legfontosabb egy shooterben, hogyha először érek hozzá, az, hogy érezzem, az egérnek nincs input lagja, egy könnyed mozgást visz, és a gombkombinációk, amiket beállítottak a különböző elemek elkapcsolására, vagy képesség, vagy gránát, vagy késelés, bármi, ami a mai shooterekben benne van, mindezek gombkombinációja egy ismerős gombon legyen, E, Q, V, Ctrl, Shift, F, G, X, stb. Tehát egy megfelelő helyen legyen elrakva ezek a gombkombinációk. Az Amazing Eternals, és itt ütközök ki a Warframe tapasztalata, ugye, most már lassan 3000 óra felé közelítve a Warframe-hez, az Amazing Eternals Warframe-on beállítva, Warframe gomb kombinációira van beállítva, és láss csodát, működik, ugye? Mit nem mondjak, szóval több mint bizonya, hogy ez is, hogy az ismerős gomb kombinációk, illetve a fantasztikus egérmozgás, mert annak kell hívni, de a fantasztikus egérmozgás, ami egyszerűen nagyszerűen van megcsinálva, tehát nyers input, semmi rásegítés, semmi őrület, amire rá kell tenni az egerekre, rá szoktak rakni az egerekre manapság, semmi olyan nincs rajta. És hála Istennek, hogy például a Destiny 2-vel ellentétben nincs rajta aim assist, tehát azért kell legyen némi skill, némi célzási képesség ahhoz, hogy felülkerekedje az ellenfélen, nem úgy, mint Destiny 2-ben is kellemes volt az egér irányítás, gombok, minden, csak egy kis aim assist azért néha rásegített, nem mint azt mondanám, hogy rossz volt, de emiatt a Destiny 2 PvP részét nem lehet kompetitívnek hívni, ezzel ellentétben. Tehát, na és akkor azon kívül, hogy most így halálra dicsérem, hogy fantasztikus az irányítás, és nagyon jól ki van találva egérmozgás, gombok, minden, kicsit térjünk rá a játékra. Ebben a rohadtul túltelített, hasonkategóriának hiszed című játékok között itt van ez a Paladin, és hova esik be?
ez a játék, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez meg, ezek kitaláltak valamit, tehát ezek kitaláltak valami újat. Nem, de nem azt mondom, hogy a játék nem merítkezik, mindjárt elmesélem, hogy hány játékból merítkezhet, vagy legalábbis én véltem felfedezni hasonlót, de ezt egy jó köntösbe bújtatták, és megint csak itt kiütközik a fantasztikusan felhasznált Warframe-es tapasztalatuk a srácoknak, mert hogy benne van Warframe, és ugye mire gondolok itt például, ugye itt is vannak modok, hogy így hívjuk, és a játékra, mint egy MOBA stílusban, gondolok itt, mint például egy Paragonra, aki játszott vele, vagy talán nem szoktam lolozni, de talán LOL-ban is így van, felépítheted a meccsre a modokkal azt a sorrendiséget, hogy hogyan kapcsoljanak be neked meccs közben a különböző képességeid, és ezek a képességet idő elteltével folyamatosan kapcsolódnak, és ezáltal nyerhetsz mondjuk új fegyvert, új képességet, új akármit, és ez, és pont úgy, mint egy ilyen mobába, úgy kell felépítsd a játék taktikádat, hogy gyakorlatilag sosem maradj fegyver nélkül, mert egy kis pisztollyal indul mindenki, és amint elkapcsolva az első képességét, akkor ha az, akkor kap egy gépfegyvert, mondjuk így, és sosem maradj ammó nélkül, fegyver nélkül, és a többi, mindig így el tudsz kapcsolni egy képességet, és ki kell úgy taktikálsz, és ebben még, ugye, tegyük fel, hogy így merítkezik az egész, egy MOBA stílusból, megkeverje mindezt ugye ezzel a Warframe modolás című kategóriával és a hasonlatos gombkombinációkkal, amik kellenek ahhoz, hogy elkapcsold eme képességeket, és mind erre ugye rájön a rengeteg shooterből való táplálkozás, és őszinte leszek veletek, nem az Overwatch az, ami ez a legjobban tudnám hasonlítani. Az Amazing Eternals, nem az Overwatch az. Az Overwatch egy kicsit más, és sebzés, pörgősség szempontjából is egy kicsit más. Az Amazing Eternals egy kicsit lassúbbacska, és most nagyon kiemelném, a karaktereknek a képességei sokkal fantáziadúsabbak, mint az Overwatch képességei. Most mire gondoljuk, az Overwatch képességek a karakterek képességei praktikusak, de ennyi, tehát úgy nagyon, nagyon, hogy is tudjam leírni, nagyon ráfókuszálnak arra, hogy gameplay irányzatok legyenek, de például itt van bennük fantázia is amellett, hogy praktikusság. Mire gondolok itt? Tehát Rhino-nak van egy shieldje, bocsánat, Rhino, miért van, jó van. Szóval Overwatch-ban Reinhardt-nak van egy shieldje, itt van egy baszott nagy fadarab, ami nem tudom, gyökereket tud kinöveszteni a földből. Mondtam valamit, például a healer az igazából egy ilyen hogy is mondjam, hanem szökőkutat produkál, ami híleli az enemit, és mindez egyszerűen sokkal fantáziadúsabbnak tűntek a karakterek képességek terén. A fegyverek nagyon jól néznek ki, és itt érnék rá arra, hogy mire hajaz inkább gameplay pályák terén, kinézett terén ez a játék, én azt mondanám, hogy Unreal Tournament. A pályáknak a beütésenről nekem elsőre teljes mértékben az Unreal Tournament jutott eszembe. És a gameplay miensége, a fegyverek érzete és kinézete inkább számomra valamiért az Unreal Tournament, az első Unreal Tournament, illetve az Unreal Tournament 2007 keverékének éreztem. Tehát teljes mértékben ilyennek érzem, sőt, még van benne egy shotgunos csontváz alkat is, szóval Unreal Tournament 2004-re, aki emlékszik, teljesen, elmondani, majdnem úgy néz ki. Szerintem valahogy van egy olyan érzésem, hogy onnan lopták ezeket az ötleteket, szóval a gameplay maguk, ugye
Egy gameplay fajtát játszottam, aminek a lényege az volt, hogy le kell szívni az eneminek a kristályait, mondjuk úgy. Tehát egy aféle headquarters, mint Call of Duty van a headquarter, odamész és ott maradsz addig az ideig, amíg meg nem semmisíted az eneminek az ott kijelölt ilyen bázicskáját. Ez a bázis az abból áll, hogy van nekik ilyen kristályuk, és a kristálynak az energiáját el kell szívjad, és közben azt meg kell védjed. És ugye itt jön az egésznek a happy-e, és amitől féltem a legjobban, hogy mi lesz ott a káosz közepén. Tehát tényleg mi lesz ott a káosz közepén, mennyire lehet élettel bírni, reagálni eseményekre, és egyáltalán játszani. És azt kell mondjam, ha van egy jó csapat kombináció, nagyon jó játékokba lehet bekerülni, ha van egy tank, ha van egy healer, és a többi ott, ahol a csata magja van, ahol véd az egyik csapat, vagy a másik csapat támad, teljes mértékben sikeresnek lehet lenni, és ki lehet élvezni a játékot, lehet killelni, nem az van, hogy lerohannak öten meghalsz, hanem tényleg, ha körülötted már egy-két ember van, akkor ki tud alakulni egy fair play csata, és ez nagyon sokat számít. További fair play részlekhez hozzá fogom tenni, hogy a fegyvereket nagyon jól kiegyenlítve éreztem, egy valamin változtatnék, a shotgun, illetve a futás részlegen. Van egy olyan képesség, ahol shotgunnal mész, és még extra mellé futásod van, ugye a shotgunnal igen közel kell kerülni az elefejhez, de az a probléma, azt vettem észre, hogy shotgun igen távolról is hat, és a futás igen hatékonynak bizonyul ebbe a játékba, mint képesség, úgyhogy azon valószínűleg még azért változtatni nem ártana, de majd kiderül, hogy hogy lesz, mert nem lehetetlen. És azt kell mondjam, a csatákban is pont emiatt az győz, aki jobban tud célozni. Úgy értem, hogy nem csak, hogy eltalálja az elefint, hanem inkább fejfelé megy a célzása, hogyha jobb vagy fejcélzás, mint az enemy, teljesen minden, ha 1v1 van, annyira kiegyenlítettek a fegyverek, hogy igazából csak akkor tudsz győzni, hogyha precízebben is jobban tudsz célozni, mint a másik, és ez egy nagyon-nagyon értékelendő dolog, és főleg nagyon jól eltől játékot ott kompetitív irányba, és tényleg úgy érzem, egy kicsit, mint az Unreal Tournament éledne újra, ebben a játékban, megspékelve a Warframe által összehozott tapasztalattal, és merítve természetesen ez a Team Fortress Overwatch jellegű játékokból is, de a karakterek terén legalábbis, de a fantázia és fantázia téren úgy gondolom, hogy egy kicsit többek ez a karakter, mint az Overwatch, fejezzetek le, de ez van, és összességében egy nagyon jó játékot játszottam, nagyon jó játékokat játszottam, amikor kipróbáltam, és úgy érzem, hogyha megfelelően tudnak médiát adni ennek a játéknak, és Digital Extreme mögött azért nincs annyi pénz, mint egy Activision vagy EA mögött, és ez a játék több-több figyelmet érdemelne, és remélem, hogy összejön nekik, mert ezt érdemes. Tehát, hogyha az ilyen aréna shooteröket szereted, akkor felezsen a Lawbreakers-t például, ami most jött ki, Paladins, meg bármi, amit van, mondjuk Overwatch jó persze teljes mértékben, de ez ingyenes lesz, és állítom, hogy a quality-e tud olyan jó lenni, mint az Overwatch-é, talán még jobb is. Szóval ez majd még elválik, de ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez a játéknak sikerülne, felvirágozna, hogy úgy mondjam. Nos, srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett a gameplay, tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, és vasárnap várlak titeket a Twitch-en. Én azt hiszem, hogy ezt a játékot fogom egy kicsit livestreamelni, hogy egy kicsit bővebb képet kapjatok ti is róla, hogyha szeretnél, hogy vasárnap Twitch, Necrocream, tolunk egy kis Amazing Eternals livestreamet. Addig köszönöm a figyelmet, sziasztok! Fragment is failing. A fragment is being drained. One enemy fragment remains. Weapon drop confirmed.
Dino fragment is now vulnerable. Patching up. This'll punch through. Final enemy fragment is half drained. Your fragment is being drained. Eliminated. Jump started. Defense successful. Attack enemy fragment. Hostile forces. 100%. Is draining a fragment. Double kill. Got it. Ally is draining a fragment. Enemy fragment is half drained. Attack time expired. Your fragment is being siphoned. Ugh. Enemy is siphoning your fragment. Suit upgraded. Your fragment is half drained. Enemy is draining your fragment.
Your fragment is failing. You have 2 fragments left. Remaining. And a dampener back online. Objective defended. Good to go. Got an ally. Loaded up. Cold and gold. Siphon energy from enemy fragments. Enemy spotted. Matching up. Protect your fragment. No trees. Your fragment is being drained.
Candace. Your fragment is half drained. Battle ready. Enemy is siphoning your fragment. Your fragment is failing. You have only one fragment left. 1 minute remaining. Your last fragment. 30 seconds remaining. Good to go. You have been defeated. Neutral fragment is half drained. Double kill. Neutral fragment is at critical. Watch out, I'm being scaled. Your team took the neutral objective. Drain the enemy fragment. Ally is draining a fragment. Teammate is draining a fragment. Almost time for killing! War is life. In effect. Battle ready.
dampener back online. Offense failed. Enemy is siphoning your fragment. Your fragment is being siphoned. Your fragment is half drained. Double kill. Trees. We haven't seen the last of them. My sweet father sees your injuries. Upgrade installed. Siphon energy from enemy fragment. Hostile eliminated. Weapon drop confirmed. Enemy spotted. Ally is siphoning a fragment. Drain it. Enemy fragment is half drained. They have two fragments left. Is being drained. Teammate is draining a fragment. Enemy fragment is half drained.
ally is siphoning a fragment. One enemy fragment remains. Kill confirmed. They need a healer. You got skills. Hardy, we choose this. Hardy, join. Enemy's final fragment is now vulnerable. I just love time. IA systems restored. 5 minutes remaining. Weapon drop confirmed. Material obtained. Attack time expired. Suits back to full. You're good. Move out. Defend your fragment. Ablative plating's ready. I'm ready! My feet starts to pain! A friend from the past. Enemy combatants ahead. Enemy's last fragment. IA systems restored. Welcome back, brother. 1 minute remaining.
Contact. Seconds remaining. Time is short, and you are close to victory. 10 seconds remaining. Yourself on this battleground.